növekedést kérek, Uram, a bibliai hitben, a buzgóságban, drága Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy megerősítesz mindannyiunkat, hogy meg tudjunk állni az ördög minden ravasságával szemben. Mi elkötelezzük magunkat a Jézus nevében, minden nap növekedünk a hitünkben, és ez egy elhatározás legyen az életünkben, hogy felelben Jézus mondta a tanítványoknak, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, kelj fel és ugorja a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik neki, és meg lesz az néki. És amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. Ezért mindenkinek oda kell figyelni, hogy a hitében növekedjen, hogy azokat szólja, amit kell. Mert a hitnek bennünk a szelleme, ugyanaz a szellem van bennünk, amit meg van írva. Hittünk és szóltunk, mi már újjászülettünk, szükségünk van egy hatalmas buzgóságra az Úr Jézus Krisztus szent erejében. Buzgóságra, tudjátok, körülöttünk nincs mindenkinek munkahelyen, családban, környezetben, de Isten nekünk megadta a lehetőséget, hogy az igét megkaptuk, és azt táplálni kell, és erősíteni a kimondott szavainkkal az igét, az igazságot, és Jézus beszéde szellem és élet a számunkra. És a szívünkben lévő hit mértéke növelhető. Fontos, hogy a hitedet gyakorold, és buzgóság legyen, és hogy tudjunk imádkozni, és hálát adunk, és dicséretet. Nekünk növekedni kell, ahogy mondtam, a folyón, a élet folyóján, hogy újjászülettünk, nem csak a kis bokáig érő vízbe menjünk. Adjon Isten hatalmas éjséget mindenkinek, hogy hitben járjon, hogy meginduljon a hit növekedés, hogy legyen buzgóság a szívekbe. Bizony, ma ezért kell imádkozunk, hogy buzgóság legyen a szívekbe, mert néha nagyon jól megindulna, aztán kész, mintha egy évre már elfelejtenek mindent az emberek. Tehát köszönjük Istennek, a hitünket, ha nem használjuk, elveszítsük. Az imába is, tudjátok, ha rendszeresen az Úr elé járulunk, akkor nagyon könnyen Isten jelenlétébe kerülünk. Ha nem, akkor bizony kell órák is, hogy mire Istenhez közel kerülsz. Tehát tudjuk, hogy a bibliai hit nem a fejünk számára van, meg nem a szánkra, a kimondott szavakra. A szívvel hiszünk az igazságra. Isten szeretné, ha mindannyian fejlődnénk. Ne álljunk meg ott, ahol vagyunk. És hát Jézus több példában említi a hit mértékét. És hát Péternek azt mondta, hogy kicsiny hitű, aki ugye a vizen járt. Ő volt az első és utolsó, aki tudott vizen járni az Úron kívül. A századosnak azt mondta, hogy Izraelben még ilyen hitet sem láttam. A hit hallásból, a hallás Isten igéjéből. Tudod, hogy a te hited másoknak mekkora áldást tud lenni? A világnak, a környezetnek? Igen, hatalmas áldás, és nem csak néha, amikor nagyon nagy bibi van, amikor rosszul érzed magad, nem csak akkor kell imádkozni, legyen hited Istenbe, köszönjük Istennek, tehát kérjük az atyánkat, hogy hát ha Jézus visszajön, vajon talál-e hitet, és mindannyiunkat az Úr már sokszor figyelmeztetett, hogy nagyobb buzgóságban menjünk az Úr elé. Hát igen, fejlődnünk kell, és növekednünk kell, és az Úr bocsásson meg nekünk, ha nem vagyunk buzgók az imádságban, hogy nem járunk elő, pedig már mióta tanuljuk, mióta tudjuk. A más hitén megállni, az akkor ki vagyunk szolgáltatva. De milyen jó, ha például egy családban imádkoznak, az egész család. Milyen jó, ha egyáltalán egy baráti kapcsolatban imádkoznak, ha egy férfeleség imádkozik, és vagy egyik látja, hogy a másik el van lankadva, hogy akkor imádkozik érte. Tehát
köszönjük Istennek, tudok olyan házasságokat, ahol nem, soha nem imádkoznak együtt, soha nincs ima órájuk együtt, nincs találkozásuk együttesen az óra, mindenki más időpontban és máshol keresi az urat. És hát figyelj, ha ketten egy akarattal vannak, bármely dolog felől megadja az én mennyei atyám. Jézus minket megszabadított a sötétség hatalmából, és a sátánnak nincs joga, hogy uralkodjon. Adj, Uram, a buzgóságot mindenkinek. Az ördög próbálja, az megpróbál, hogy egy-egy problémában állj meg, te aztán, ahogy bírsz, úgy álljál meg. Igen. Köszönjük Istennek, köszönjük, hálát adunk és dicséretet, hogy hitben erősödhetünk. Ha van hitünk, akkor a csúcsra juthatunk. És nem érgelődjünk, hanem álljunk ellen az ördögnek. És ha valaki nem segít nekünk, vagy nem áll mellénk hitben és imában, és nem segít ki a körülményekből, vagy a vízből, vagy bármiből, amiben vagy a kútból, tudjátok, Jeremiás bedobták a kútba, mert mindig igazat mondott, Istennek hatalmas felkentje volt. Amit kimondott a szájával, amit megprofétált, az minden úgy van. Az irigyek bedobták őt a kútba, és hát akkor jött egy, a király ott volt, tudta, hogy a király inkább hallgatott azokra a hamis profétákra, és Jeremiás pedig megmondta az igazságot, hogy mi fog történni Jeremiásék királyával, és egyéb. És fogták, bedobták egy száraz kútba, egy olyat, aminek az alján csak bűz volt, és mocsár, és egyéb, és egy mély kútba, és hát néha az ember egy mély kútba érzi magát, mert úgy is mondhatni, hogy látjátok, hogy hamisak vették körbe a királyt, és a királyt behálózták, és azért nem volt igazságos ítélet és egyebe, mert hamisak hálózták be a Jeremiásnak a királyát, és irigykedtek Jeremiásra, és ezért nem, hát úgy nézett ki, hogy elpusztul Jeremiás. És akkor jött egy eunok, aki hát nagyon szerette Jeremiást, és ott könyörgött a királynak, hogy hát uram, hát ments ki, hát itt fog meghalni, hát se kenyér, se víz, semmi nincsen. És hát köszönjük Istennek, hát köszönjük, hogy a királynak egy pillanatra, ő már tudta, hogy el van veszve, meg is hal utána, vagyis hát gyerekeit megölik, és szemét kinyomják, szóval csúnya dolgokon megy át a király. Hát ha nem figyelünk Isten vezetésére, akkor nagyon csúnya lehetőségekbe esünk. Na most a proféta az igazáért a kútba vágták be, és úgy nézett ki, hogy nincs neki kimenetel abból a kútból, míg egy legutolsó senki eunok, tudjátok kik azok, akik a király udvarában vannak, és ki vannak herélve, ők nem hát ivarérettek, vagy hogy mondjam, nem tudnak nemzeni, és ők a király udvarában voltak, és ez az eunok, ez elkezdett ott sírni, és mondani, hogy Jeremiás, mentsék már ki a kútból, mert meg fog halni. A király azt mondta, jó, hát én nem látom, vagyis a többieknek nem szabad megmondani, és végül is engedett le kötelet, vagy ilyen akármi rongydarabokból kötelet csinál, és kihúzta Jeremiást. Most pontosan nagyon régen olvastam ezt a történetet, fejből mondom. A lényeg az, hogy ennek a királynak meg kellett volna alkudni, ha jól tudom, Nabukodonozor előtt, és hogy akkor megmaradt volna még a királysága is, megmaradt volna még az országa is, és megmaradt volna még az élete és a körülménye és a családja. De ő nem hallgatott, ezekre a hamis profétákra hallgatott, és mi történt vele? Hát tudjuk, hogy Jeremiás kihúzza ez az ember, és ad neki kenyeret. A lényeg az, hogy az Jeremiás hosszú történet, olvassátok el, gyönyörű Jeremiás könyvben, nagyon szeretem, gyönyörű, igaz proféta, és hálát adok érte, hálát, és azért is, hogy le lett írva, neki volt egy Báruk nevezető írodeákja, gyönyörűséges történet. Na, summa-summarum az a lényeg, hogy kihúzták a kútból, és
Nabukodonozor persze betört az országba, mert a király gyenge király volt, és nem akart egyáltalán, ugye, hát, tehát nem akarta azt elhinni, mert azt mondták, hogy Jeremiás mindig rosszat profétál. Nem, Jeremiás mindig az igazat mondta. Jeremiás Istennek a hatalmas felkent szolgálója volt. Tudod? És gyönyörű igék vannak ebben a Jeremiás könyvében. És hát Isten elplántált minket, ahogy őt is elplántált. És hát igen, azt mondja, hogy ad szívünk szerint való pásztoroka. És hát nekünk oda kell figyelni. Tehát nem balgatagok voltak, és Isten szemei meg a hűségre néznek. Tehát nagyon komoly Jeremiás sírálmát nem is nagyon szeretem olvasni, mert sír. Hát nem dicsekszünk a nagy bölcsességünkkel, azzal dicsekszünk, amink van, és amennyink van. A lényeg az, hogy hát hatalmas szárazság van, és hát itten Istennek a kegyelme áradjon, és azt mondja, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik. Jeremiás az Úrban bizott, akinek bizodalma volt az Úr, rengeteget szenvedett, a legnagyobb szenvedő proféta volt. És de Isten azt mondta, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és nő is ugyanígy, és olyan lesz, mint akinek a folyóvizek mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik rá, és levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől nem szűnik meg. Tudjátok, egy darabig van az embereknek türelmük akár mellénk állni, aztán elfogy a türelem, és aztán azt mondják, hogy na hát akkor miért nem változik meg, miért nem gyógyul meg, miért ilyen, miért olyan. Hát Uram, gyógyíts meg, hogy meggyógyuljunk, ments meg minket, hogy megmeneküljünk, mert te vagy a mi dicsekedésünk, mondja a 17-14. Tehát Jeremiás tudnotok kell, hogy az ő édesapja áldozatokat mutatott be a templomban, és a fiát is erre a célra szánták. De Isten mielőtt még felkenték volna ilyen áldozat bemutatásra, akkor Isten elhívta őt prófétának, mert elmondta, hogy már az anyukája méhébe elhívta. Tehát volt itt minden. Jeremiás keserget is, hogy proféta lett, mert ez hát nem egy könnyű szolgálata volt Jeremiásnak, sőt, rengeteg üldöztetést kapott. És hát Jeremiás ugye azért kitartott, és azt mondta, hogy az Úr velem van, úgyhogy és hiába kergetnek, akkor is ki fogok tartani, amire elhívott az Úr. Úgyhogy hatalmas dolog volt ez, és köszönjük azt Istennek, hogy szót fogadott a király, és hát kihúzza a kútból Jeremiást. És aztán betörnek az országba az ellenség, Nabukodonozoré, nagyon kegyetlen hadvezér volt Nabukodonozor, egy szigetre 13 évig várt, hogy be tudjon lépni. Inkább egy lebontott városnak a kövein felépített egy szigetet, ahol biztonságban érezték magukat az emberek, és figyelj, bement abba a szigetbe, és elfoglalta. Nem volt nála, nem volt előtte semmiféle olyan dolog, hogy lehetetlen. Nabukodonozor az emberek bőrével tapétáztatta ki a lakásokat. Hatalmas hadvezér volt, és kegyetlen. És hát ugye Jeremiásnak az az egy bűne volt, hogy elhívta őt profétának Isten, és jó hallott, és hallotta, hogy mit mond a szellem a gyülekezetnek. Tehát Jeremiás leíratta volt a jövendőlést, és leíratta a Bárukkal, a szolgájával, és hát tudjuk, hogy a király hát a körülötte lévő embereknek a befolyására szépen bedobja a tűzbe, úgyhogy a levelet. És hát ugye, amit a király iratott le, tehát vigyázzatok, Jeremiás ugye fogságra vitetik, és hát akkor
Zsedékiás király volt, és akkor az akkori király, és hát a babiloni királynak hívták Nabukodonozort akkor, és hát azt kérdezte tőle, a király oda hivatta, akkor már nagyon nagy bajba volt, és oda hivatta, hogy mit vétettem ellened, hogy te ilyeneket. Mondta Jeremiás, hogy engem pokházba vitesz, és egyéb, és hadd meg király a könyörgésemet. Tehát a lényeg az, hogy ott könyörgött, hogy ne küldje őt vissza a Jonatán házában, hogy ne halljon meg. És itt van a Jeremiás 37.21-ben, parancsol azért Sedékiás király, hogy vessék Jeremiást a tömlősz vitvarába, és adjanak néki naponként egy-egy darab kenyeret a Sütők utcájában, amíg még lenne a kenyér elfogy a városból, és ott marad a Jeremiás a tömlősz vitvarába. Tudták, hogy közelget már a hatalmas hadvezér, és hát Jeremiás ott van a ciszternába, és hát azt mondja, hogy aki megmarad a városban, meghal fegyver miatt, éhség miatt, és dökhalál miatt, aki pedig kimegy a káldeusokhoz, az él, és az ő élete nyeresség lesz neki. Ezt mondja az Úr. Képzeld el, Jeremiás ezt profétálta. Vagyis, ha megmaradna, az igazságot profétálta, hogy és mondának a fejedelmek a királynak, kérünk, ölettesd meg ezt az embert, mert megerőtleníti a vitézek kezei, akik megmaradtak a városban, és az egész nép kezei. És hát fantasztikusan igazságos Isten, hogy akármi megy keresztül, ment keresztül Jeremiás, megvédelmezte, akkor is, amikor nem volt senki, aki egy amment mondjon érte, vagy egy imát, vagy beleuntak az emberek, abban rengeteg próbájába, abban rengeteg nehézségébe, abban rengeteg kihordásába és egyebébe, és hát azt mondta, hogy hát azt mondták ott a környezete Sedékiás királynak, hogy hát ölesse már meg ezt az embert, mert hát a proféciájával másokat erőtlenné tesz, és a vitézeket is, hát ugye megadásra kényszeríti. És hát nagyon érdekes, az Jeremiás második részében van 35-től 36-37, és hát a lényeg az, hogy megmondta, hogy a király már semmit nem tudott tenni. És hát akkor mondom, elvitték a verembe, bebocsájtották Jeremiást, hogy a többiek lássák, ahol nem volt víz, hanem sár, és betették, beesett Jeremiás a sárba. És Ebed-Meleknek hívták ezt az eunok szolgát, aki ott a udvari szolga volt a király házába. És ő látta, hogy Jeremiást bevetették a verembe, és a király pedig a Benyámin kapujában ő vala, és kimentették azért Ebed-Meleket a király házából, és szól a királynak mondván, Uram, király, gonoszul cselekedtek azok az emberek, amit Jeremiás profétával cselekedtek, akik őt verembe vetették. Tudod, kik tették a verembe, Jeremiás? A nem igaza, a hamis proféták, és a testiek, és akik a királynak elfordították az ítéletét, és hamisak hálózták be a király, ezért nem volt igazságos ítélet, és a király is már félt ezektől a hamis profétáktól. Soha ne engedd meg magadnak, hogy féljél ezektől, akármit kell szenvedned, inkább bemész a kútba, de az Úr élményébe, és az ő igazságáért, és nézzétek meg, hogy Jeremiás hogyan jött ki a kútból. Parancsol azért a király Ebed-Meleknek, ez 38.10, a szerecsennek mondván, védj magadhoz 30 embert, és vedd fel Jeremiást a veremből, mielőtt meghalna. Vett azért Ebed-Melek magához 30 embert, és bemenne a király házába, a kincstartó ház elé, és hozza onnét régi ruhadarabokat, és elszakadozott posztókat, és alábocsájta azokat Jeremiásnak köteleken a verembe. És mondta Ebed-Melek, vagyis senki nem segített a profétának. A közelvalók, a távolvalók, a családja, a környezete, senki, egy kiherélt ember, egy szolga,
amit szinte semmire, csak alantas munkára használták a királyi udvarba. Egy ember volt, Ebed-Meleke. És azt mondta, tedd a régi szakadozott ruhadarabokat hónod alá és a kötelek alá. És azt tette Jeremiás. És kivonták Jeremiás kötelen, és kihozzák őt a veremből. És lakik Jeremiás a tömlősz pitvarában. Az az udvar, tudjuk. Elkülde pedig Sedékiás király, és magához hozatá Jeremiás profétát a harmadik ajtóig. Ugye voltál már te is így, hogy a környezetet bevágott oda, és nem volt könyörület, és nem volt irgalmasság, és nem volt imádság, és semmi nem volt, aki kihúzzon a kútból. Voltál már így? Bizonyára. Te is mindegyikön. Elküldé pedig Sedékiás király, és magához hozatta Jeremiás profétát a harmadik ajtói. Mely vala az úrnak házába, és mondta az úr, és mondta a király Jeremiásnak. Téged valamiről kértelek, semmi tagadást benne ne tégy. És mondta Jeremiás Sedékiásnak. Ha megjelentem néked, avagy nem bizonyosan megölsz engem, és ha tanácsot adok, nem hallgatsz rám? És itt van, amiről beszéltem az elején. Ezt, hogy megesküdött Sedékiás király Jeremiásnak titkon, hogy nem öli meg, és nem ad azok kezébe, azoknak a gonosz emberek kezébe, akik keresik az ő életét. Akkor mondta Jeremiás, akkor Jeremiás igazat szólt, és a királynak szólt, igaz profétája volt Istennek. Ez a 17, 38-17, akkor mondta Jeremiás Sedékiás. Ezt mondja az Úr a seregek Istene, az Izrael Istene. Ha kimegy a babiloni király fejedelméhez, élni fog. Ha nem, nem fogsz élni, se te, se a házad népe. És ha pedig nem megy ki a babiloni király fejedelméhez, akkor a város a kaldeusok kezébe kerül, és felégetik azt tűzzel, és te sem szaladsz el a kezükből. Nem hallgattak a profétára, a király se hallgatott rá. És megmondta Jeremiás, hogyha nem hallgat ő rá, vagyis jönni fognak áldásokon, a Nabukodonozorék voltak abban az időben, és kegyetlen volt. És mi történt? És hát azt mondja a 19-es Sedékiás király, azt mondta Jeremiásnak, félek én a Júda beliektől, akik átszöktek a káldeusokhoz, hát ha azok kezébe adnak engem, és csúfoskodnak rajtam. És mondta Jeremiás, nem adlak, kérlek, halld meg az Úr szavát, amelyet én mondék néked, és jó dolgod lesz, és élni fogsz. Néha az embereknek mondunk dolgokat, néha figyelmeztetjük őket igével, proféciával. Ha az Úr is már megfedi őket, akkor se hallgatnak, kemény a szavuk, akkor is csak az ő útjukat járják, akkor sincs kegyelem és nincs irgalom. Csak vita és veszekedés és ridegség és hidegség. Ha pedig te kimenni nem akarsz, ez a szó, amelyet megjelentett nékem az Úr, ímé minden asszony, aki megmaradt a Júda királyának házába, kivittetik babiloni király fejedelmeihez, és azt mondják azok, hogy megcsaltak téged, és erőt vettek rajtad, a te jó akaratú embereid, a te lábaid most beragadtak a sárba, ők pedig visszafordultak. Minden feleségedet, gyermekedet kiviszik a káldeusok, és te sem menekedsz meg kezeikből, hanem megfogantatol a babiloni király kezével, a várost felégettetik tűzzel. És hát ezt mondja, ezt profétálta Jeremiás. Na most őt ezért utálták az udvarba, mert az Úrtól szólott, az Úr igazságát szólta, de féltek a fejedelmektől, az emberek, még maga a király is félt, ahogy itt emberek félnek egymástól, és hát itt van a profécia, hogy itt van, felégetetik tűzzel, asszonyok, emberek. Tehát azt mondta,
aztán 27-esben elmennek, a 38-27-ben, figyelmeztetlek benneteket, hogy akiket az Úr már megintett, és intett dolgokra, hogy tedd meg ezt, meg tedd meg azt, ha akarsz áldott lenni, és nem akarod magad egy ilyen mély kútba érezni, akkor most kezd el megcselekedni, hogy jó dolgod legyen mindenben. Hogy buzgóságod legyen, meg gonosz idők jönnek, és a város nem Nabukodonozor fenyegeti, hanem sokkal nagyobb dolgok fenyegetnek minket. Úgyhogy álljál ki a törésre, amíg nem késő, és mindegy, hogy mibe kerül ez neked, milyen áldozatba, idődbe, vagy bármibe, és álljál ki a törésre. Azt mondja itten, és ott marad a Jeremiás, tehát a fejedelmek elmentek Jeremiáshoz, megkérdezték őt, és hát ő nem mondta meg, hogy milyen proféciát adott a királynak. És ott marad a Jeremiás a tömlőszpitva mind a napig, amelyen bevették Jeruzsálemet, és sajnos ott volt, amikor bevetették Jeruzsálemet. Nekem a vége tetszik a legjobban. Mert nézd meg azokkal az emberekkel, akik hallgattak másokra, akik bevitték a bűnbe, akik a rosszba, vagy a lustaságba, vagy a nem törődömségbe, vagy a hitetlenségbe, hiába figyelmeztette őket Isten. Mi történt velük? Mind pusztulásra lettek ítélve. Mi történik Jeremiással, aki hülyen szolgálja az Urat, aki figyelmezteti a királyt, figyelmezteti az embereket, figyelmeztet mindenkit, és csak egyszerűen lerázzák. Tehát jöttek a Jeruzsálemet, elfoglalták a káldeusok. Itt van Sedékiásnak, a Juda királyának a 9. esztendejében, a 10. hónapban eljöve Nabukodonozor, a babiloni király és egész serege Jeruzsálem ellen, és megszállák azt. Sedékiás 11. esztendejében, a 4. hónapban, a hónap 9-én leül le a város kőfala elé, és bemennének a babiloni király fejedelmei mind, és leülének a középső kapuban. És hát itt vannak, hogy ki, nem is sorolom a nevüket. És mikor meglátta vala őket Sedékiás, a Juda királya, és mind a vitéző férfiak elfutamodálna. A nagy vitézek hol lesznek, amikor jön a baj, amikor probléma van? Hol lesznek ezek a nagy vitézek? És mikor meglátta vala őket Sedékiás, a Juda királya, és mind a vitézlő férfiak elfutamadána, és kimennének éjjel a városból, a király kertjén át az ajtón a két fal között, két kőfal között, és kimennének a pusztába vivő úton, és üzék őket a káldei seregek, és elfogták Sedékiást. Figyelj, mi történt a királlyal, hogy az elején mondtam, mert az elején csak ugye emlékezetből elég régen olvastam ezt a részt, és üzék őket a káldei seregek, és elfogák Sedékiást, a királyt, Jerikó pusztájában, és elhozzák őt, és elvitték Nabukodonozornak, a babiloni királynak Riblába, Hamát földjére, és ítéletet mond a rája, és megöli a babiloni király Sedékiásnak fiát szeme láttára Riblában, és Júdának minden nemeseit is megöli a babiloniai király. A Sedékiás szemeit pedig kitolták, vagyis kiverték, és vasra verték őt, hogy elvigyék Babilonba. A királyházát pedig, a királyházát pedig és a népházait felgyújták, a káldeusok tűzzel és Jeruzsálem kőfalait leronták. A nép többi részét pedig, amely a városban maradt vala, a szökevényeket, akik hozzászöktek, és a nép a többi részét, mind megmaradottakat elvitte Nabuzáradán. Ez a poroszlók feje volt. De figyeld meg, hogy a poroszlók feje hogy dönt a végén. És a nép szegényeit pedig, akinek semmiük nem volt, ott hagyják Nabuzáradán, a poroszlók feje Juda földjén, és ad nekik szőlőket és szántóföldeket azon a napon. Vagyis a szegények, amit semmit nem tudtak tenni, akik ki voltak téve ezeknek a fejedelemségeknek, akik ki voltak téve a nagy okosoknak, a nagy bölcseknek, akik azt hitták, hogy ők a legnagyobb bölcsek, hogy ők aztán a legokosabbak, ők a legszorgalmasabbak, és nem hallgatnak az Úrnak a szavára, és az Úr ma figyelmeztet mindenkit, hogy amit kaptál proféciát, töltsd be, mert az Úrnak nincs mindig öröme.
Nézzük Jeremiás sorsát. Jeremiás 39.11. Jeremiás felől pedig parancsot ad a Nabukodonozor, a babiloni király Nabukodonozornak, a poroszlók fejének mondván. Figyelj, mit mondott Nabukodonozor? Ez a pogány, ez egy pogány hadvezér volt, aki életeket nem kímélt. Mondom, ember bőrrel elolvassátok a történetet, akkor fogjátok tudni, hogy avval tapétázták ki a falat. Senki nem számított neki. Figyelj, mit mond a poroszló vezetőnek, aki az ő hatalma alatt volt. Azt mondta, vedd őt magadhoz, vagyis Jeremiást. Vedd őt magadhoz, viselj gondot rá, és semmi bajt ne okoz néki, hanem azt cselekedd vele, amit ő akar. Hát ez volt Jeremiás sorsa. Bedobták a kútba, gyűlölték, elutasították, mindent mondtak rá. És nem volt, aki mellé álljon, csak egy eunok, tudod? Egy utolsó megvetett eunok. És mit mondott ez a pogány király, vagy hadvezér? Azt mondta az ő vezérének, viselj gondot róla, és ne okoz neki semmi bajt, hanem azt cseleked vele, amit ő akar. És elkülde Nabuzáradán, a poroszlók feje, a Nebuzbánban, Rabsás is, és Nergál, Sarázer rabmár, és a babiloni királynak főbb embere. És elküldték, és elhozták Jeremiást a tömlös pitvarából, és rábízzák őt Gedáliásra, Ahikámnak, a Sáfán fiának fiára, hogy vigye haza őt, és lakozzék a nép között. És az Úr szól a Jeremiáshoz, mikor ő még a tömlös pitvarában vala, mondván, menj el, és szólj Ebed-Melekkel a Szerecsennel mondván. Ezt mondja a seregek ura. Az az egy ember segített neki. Az járt közbe. Nem egyszer, amíg a tömlőzbe volt, ott volt vele. Ott volt, és közben járt. És segített. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene, én beteljesítem-e város kárára, és nem javára mondott beszédeimet. És azon a napon szemeid előtt lesznek azok, és azon a napon megszabadítlak téged, azt mondja az Úr, és nem adatol amaz emberek kezébe, akiktől félsz, és az Urat híven szolgálod, akkor nem fogsz kezébe adatni, se a közel, se a távolvalóknak. Nem kell kegyelem kenyére, nem kell egy imáért, egy ámenért könyörögni és imádkozni. Azt mondja a 18. Tehát megszabadítlak téged, és nem adatolom az emberek kezébe, akiktől félsz, hanem bizonyára megszabadítlak téged, nem esel el fegyver miatt, és az életed zsákmányú lesz néked, de reménységed volt bennem. És a 2-es, 40 és 2-es azt mondja, a poroszlók feje elvitte Jeremiást, és mondta néki, az Úr, a te Istened rendelte ezt a büntetést te hely ellen. A poroszlók feje, ez a pogány poroszlók feje azt mondja, az Úr, a te Istened rendelte a büntetést a hely ellen. És ráhozta és megcselekedte az Úr, amit megmondotta. Mert vétkeztek az Úr ellen, és nem hallgattak az ő szavára. Azért teljesedett be rajtuk-e dolog. Mostan azért, íme, figyelj. Figyelj, Jeremiás, mit kapott a kitartásáért? A sok szenvedéséért, és mindenért. Mostan azért imén téged ma megszabadítlak a háztól, ami a te kezeiden van. Ha tetszik néked Babilonba jönnöd, jöjj velem. Nékem pedig gondom lesz rád. Ha pedig nem tetszik neked,
hogy eljöjj velem Babilonba, maradj itt. Ímé az egész föld előtted van. Vagyis teljes szabadságot kapott, teljes amnestiát, ahol az övéi csak gyilkolták, ahol az övéi pusztítani akarták. Egy idegen uralkodó amnestiát mond ki felette. Egy idegen uralkodó nagyobb kegyelemmel és irgalommal volt irányába, mint a sajátjai. Azt mondja, ímé az egész föld előtted van, ahova jobbnak és helyesebbnek látszik menned. Menj oda, vagyis oda mehetett, ahova ő akar. De ő nem tért vissza. A lényeg az, hogy azt mondta, akárhova tetszik menned, oda menj. És add a poroszlók feje neki étket és ajándékot. Gyönyörű történet. Kapott ételt, és kapott ajándék. És elmehetett, elbocsájtotta őt. És elmenne Jeremiás Gedéliáshoz, Ahikámnak fiához, Mispába, és ott lakik vele a nép között. Tanuljatok Jeremiás történetét. Kitartó volt, az Úrnak tett fogadását, hisz az apjának semmi baja nem lett volna, ha csak egy a leviták sorából papi szolgálata volt az édesapjának. Ha betöltötte volna, hogy áldozatokat mutat be, hát most elvágja egy pár állatnak a nyakát, nagy dolog a rituálé szerint, ahogy az tetsző volt Istennek az áldozatot bemutatni. De Isten nem erre hívta el, sokkal nagyobb dolgokra hívta el. Tökéletesen, teljesen hallott Istentől. És ez attól nincs nagyobb dolog, mint amikor Istentől hall valaki. Persze ezért rázudul minden. Hatalmas példa nekem Jeremiásnak a szenvedése, és a kiállása, és a megállása. És az, hogy Isten, látjátok, hogy még az ellenséget, egy ilyen pogány királyt, aki nem szellemi, egyszerűen, de azért csak a poroszló is csak az lehetett. Valamit csak kaptak Istentől, hogy azt mondta, hogy Jeremiás mehet mindenhol szabadon. És a többi meg elpusztult. A király szemét is kinyomták, mert megalkuvó volt. Én nem szeretek megalkudni. Akkor inkább magamba állok meg. Aztán lesz, ami lesz. A jelenlegi szenvedésünk semmi ahhoz képest, ami dicsőséget kimunkálsz az életünkbe, ha engedelmesek vagyunk. Jeremiás engedelmes volt, hatalmasan. Micsoda jutalmát vette, és lent volt a kútba. Nagyon mély kútba volt lent. Igen, most, amíg lehet, még figyelj, még nem tör be ez a sok gonosz ide, addig üdvözítsünk, amíg az utolsó időkben vagyunk, ugye. Az Úrra vessük a terheket, gondot viselsz rólunk, Uram. Eltávozik a szegénység, a betegség, a gonosz terve semmisé hatástalanná válik. Köszönjük, hogy Te vagy az oltalmunk, az erősségünk. Mindig biztos segítség a nyomorúságban. Trónodhoz jövünk, kegyelmet, védelmet kérünk. Erősíts meg minket, Uram, adj kitartást, hogy örvendezni tudjunk a reménységbe. Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért.